Az első dia azt hiszem tök fekete, úgyhogy tök reális, hogy ezt látjuk. Hogy... aha, na jó, sziasztok, én Bújdosó Attila vagyok. Részben még a Kibuba vagyok, féllábban egy kifutó projekten dolgozom, arról fogok mesélni, illetve az Oppájuknak az egyik alapítója vagyok. Tegnap Terrai Tomi megkérdezte, hogy nem akarok előadni, és mondtam, hogy persze, tényleg, de már hazajárok. Gyorsan arról mesélek, hogy egyrészt honnan jött ez a Formátum projekt, illetve hogy ez egy gyorsan egy miről is van szó. Én sok olyan projektbe vettem részt az elmúlt években, ahol sok emberrel együtt szerveztünk olyan eseményeket, amiből valami értékes jött ki. Ilyen volt a Megülve Wikisprint, Marsannak Ülvennek megírtuk egy hétvég alatt a Wikipedia szócikkét hiánykódó jelleggel, ilyen volt a Szubjektív Atlasz, Magyarország Szubjektív Atlasza, nézzétek meg, meg lehet nézni online, vagy meg lehet venni a könyvesboltban, vagy a Pecse Kutya, ezt szerintem már sokan ismeritek, hiszen vitákkal közösen szerveztünk szülinapokat. Sokat gondolkoztam, hogy mi ezekben a közös, azon kívül mindig részt vettem. Az egyik az, hogy sok embernek a tudását szervezi össze valami értelmes, értékes egészé. A második az, hogy valami formátum köré szerveződbe teszi ezt, és a harmadik az, hogy egyiket sem találtam ki. Ami ilyen tök szomorú egyfelől, másfelől meg így azon gondolkoztam, hogy ez most végül is nem feltétlen baj, mert hogyha az ember használ meglévő működő ötleteket, vagy még összeköt meg, újszerűen ötleteket, helyzetekkel, emberekkel, akkor ez érték lehet. De az egész igazából kezdett körvonalazódni, hogy ez egy jelenség, ez a másolható együttműködési formátum, ami kicsit olyan, mint egy ilyen kulturális vagy szociális szoftver, ami nem feltétlenül kötődik a számítógéphez. És vicces, hogy most ezt ilyen közegedőt mondom, ahol mindenki ilyen számítógép buzik vagyunk, de azért fontos, mert hogy ebbe élünk, és a meetup is ilyen, és azért vagyok itt, és azért örülök, hogy itt beszéltek erről. Kezdeményeztem egy kutatást a Kibuban, összegyűjtöttünk több mint 100 ilyen formátumot, az egyik a meetup, becsapjuk a másik, sok mellett, és ezeket vizsgáljuk. Ezen most dolgozunk, és nagyon izgalmas. Amit vizsgálunk, az, hogy egyrészt ez a jelenség, ez milyen kontextusban van a világban, ez világ helyzetében, ez most béna volt, hogyan terjednek ezek a formátumok, mik azok az összetevők, amik sikeressé tehetik, és általában ugye egyébként, hogy ez milyen lehetőséget hordoz magában. És egyébként csak, hogy szétszedjük, hogy mitől sikeresek ezek a formátumok, az egyik lépcső az, hogy nyilván mivel közösségi formátumokról van szó, ahol sok embert összeszervezünk valahogy, nagyon fontos, hogy az emberek részt vegyenek benne. Tehát ezek nem működnek emberek nélkül, mint a meetup is, ha csak hárman lennénk, az jó lenne, de azért így kellettek hozzá nyilván, tehát itt így lesz közösségi élmény. A másik, hogy hosszú távon, hogy fenntartható, mondjuk a meetup Budapest a legjobb példája, most már 5, 6, 7, fel nem tudja, hogy hány éve zajlik minden hónapban, tehát valamilyen módon ez működik. És kérdés, hogy mitől működik, elkezdtünk ilyen összetevőket összegyűjteni. Nekem az a vágyam, hogy ebből egy ilyen receptkönyvet összerakjunk, ami, hogyha beazonosítjuk, hogy mik azok a jó összetevők, akkor lehet újakat főzni. És pár ilyet mondok, alacsony belépési küszöb, például a Misztorandé esetében, ezt nem tudom ki is meg. Na, páran. Ez egy olyan egynapos fesztivál, ami Helsinki-ből indult el, bárki itthat éttermet vagy kávézót egy napra. Tehát, hogyha még kitalálod, hogy te szereted a muffint, vagy nem tudom, répatortát, akkor sütsz, kimész a feneketlentóhoz, és vagy osztogatod, vagy árulod. Ez évente négyszer van. Nagyon jó, mert összehasonlítva az, hogy nyiss egy éttermet, vagy egy kávézót, vagy egy cukrászdát, azért összehasonlíthatatlanul egyszerűbb, olcsóbb, kevesebb időt veszel. De kipróbálod egy napra, hogy milyen az, amikor éttermet van. Egyszerűek a szabályok, ugyanúgy a Pecse Kutya, ugyanúgy a meetup is, ahol itt vagyunk. 5 perc előadás, 5 perc kérdés-válasz, tök egyszerű, mindenki érti. Ezek nagyon banális dolgok, de mégis segítenek abban, hogy ezek a közösségi formátumok sikeresek legyenek. Vagy ürük, Wikisprint, a Wikipedia szócikket mikor lehet szerkeszteni, bármikor, tehát nem csináljuk. Ez a futás, én nekem egy ilyen problémám, hogy kurvára nem sportolok. Ha egy ürügyet képezünk, vagy itt ez a meetup esetében is az, hogy havonta van rendszeresen, még akkor is, hogyha nem annyira jön össze last minute az előadó, akkor is van, meg kell csinálni, azt négyen lesznek, de hogy akkor is megcsináljuk. Ezek számítanak, hogy a határidő nyilván ezt ismerjük, hát a határidő a legjobb múzsa. És ami még érdekel engem, jó, ez egy kicsit ilyen építészes, belehekkeljük, hogyan hekkeljük bele a projektbe azt, hogy én építész vagyok a jövőben.
végzettségem szerint, hogy, hogy nagyon fontos, hogy ezek a formátumokban a különböző szereplőknek a leginkább nem anyagi ösztönzésből vesznek részt. Tehát ezt a srácok nem azért szervezik, mert ebből pénzt fognak keresni, én nem azért adok elő, mert ebből pénzt kapok, ti is nem azért vagytok itt, mert ezért pénzt kaptok, hanem sőt egyébként fizetnek jegyet, hanem hogy nagyon fontos, hogy ez hosszú távon balanszban van, mert ha nem lenne balanszban, akkor kelték, vagy megunnák, vagy nem lenne elég előadó, vagy nem lenne elég néző. Tehát valahogy ez mégis egy ilyen balanszban van. És akkor van tehát ez a jelenség, ami egy ilyen a szoftver, és ennek két dolgot jelent. Egyrészt a szoftver nagyon jól másolható, ugye? Ezt tudjuk. Tehát nagyon könnyen adaptálható, nagyon könnyen terjeszthető. A másik az a kérdés, hogy ki írhat ilyet. És ebben a közegben, ahol mindenki ír, jó, én nem, engem leszállít, hogy mindenki ír szerintem szoftvert, ez a kérdés, hogy, hogy átlag emberek, hétköznapi emberek hogyan válnak arra képessé, hogy sok ember megmozgassanak. És hogyha arra gondolunk, hogy critical mass, akkor ahhoz nem kell egyébként internet, meg számítógép, meg kódolás, összeszervezni egy jó ürügyért, hogy mondjuk menjünk hetente, vagy havonta, vagy évente kétszer biciklizni, ez igazából megint csak egy ilyen kicsit szoftver dolog, csak ez nem számítógépen, hanem embereken fut, csúnya szó, fú. És hogy megértsük ennek a jelentőségét, van még időm? Vagy? Már nem. Jó, akkor ha kérdeztek, jó, akkor ennyi most elmondom. Szóval Mark Smith, régen a Microsoftnál dolgozott, egy szociológus, ő azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy ha sikerül összeegyeztetnünk az egyén és a társadalom érdekeit, és ehhez olyan új kommunikációs eszközöket, médiumokat fejlesztünk ki, akkor azzal lehetővé teszik, hogy az emberek jobban összeszervezik a tudásukat. És igazából hatékonyabban, új módokon összeszervezni az emberek tudását, az a civilizáció története 7 szóban, ezt így mondja. Szerintem ez elég erős állítás, és nagyon izgalmas. Tehát amiről szó van, az az, hogy hogyan dolgozunk együtt mi emberek, hogyan működünk együtt, hogyan kooperálunk. És ennek van olyan fontos, hogy egy infrastruktúrális kérdés, ami egyszerre soft és hard infrastruktúra. Tehát a hard infrastruktúra, amikor kódolunk, és a soft infrastruktúra, amikor, hogy miért jó ez? Túl hosszúan beszélek, hogy az hogyan kevertek le, stb. Ugye ezek az izgalmas kérdések. És azt mondja egy game designer, hogy a rendszerek írás képessége az a legfontosabb literacy, ami a 21. században várható. És egyébként erről van szó, hogy ha ilyen formátumot kiírunk, vagy kitalálunk, használunk, adaptálunk, akkor igazából rendszereket hozunk létre, ami itt is egy ilyen rendszer itt a szubkultúránkban. És nagyon fontos, hogy 2006 óta nem csak Budapesten, és nem csak New Tech, és nem csak Geekek meetupja van, hanem már ugye terjed városokban, Magyarországon különböző témákban, városokban. Meetupot most már eléget fényeztem. És ami fontos, hogy ezeket használjuk, mint eszköz. Nem csak szoftverekben gondolkozunk, hanem ilyen soft szoftverekben, ami emberek fejébe zajlik. Azt hiszem ennyi. Hogyha bőve van kérdésetek, akkor szívesen válaszolok. Túl sokat pofáztam. Nekem a kérdésem. Most mi az a ilyen formátum, amit legnagyobban tetszik neked és leggyorsabban terjed, meg legnagyobb potenciálja van? Mint egy példát. Ilyet nem tudok mondani, mert ezek mind nagyon tetszenek nekem, nagyon izgalmas. Én azt várom, hogy ezekből a új formátumokból egy új politikai rendszerek állnak össze. És nagyon várom, hogy azok lecseréljék a megvédő politikai rendszereket, mert szerintem jobbak lehetnek. Oké. Egy gondolat, hogy október 7-én lesz erről egy ilyen egész estés előadás és kerekasztal beszélgetés, hogyha valaki érdekel, akkor jöjjön el. Kibúban. Köszönjük szépen.